mutasd meg, mit tudsz. Ez volt a jelmondata a közel 100 indulóval megrendezett Magyar Egyetemi Főiskolai Birkózó Bajnokságnak, ahol a profik mellett amatőr kategóriában is indulhattak a birkózni vágyók. A közösségépítést szolgálja. A világjárványt követően azt gondolom, hogy erre szüksége van az egyetemista közösségnek is, és erre talán a legjobb eszköz a sport lehet. Ha egy picit koncentráltabban visszük tovább, és megmutatjuk a hallgatóknak azt, hogy az egyetemi sportnak van ereje, akkor lehet, hogy még talán páran kedvet kapnak ahhoz, hogy az egyetemi éveik alatt is folytassák a birkózást. Rendkívül jó közösség formáló szerepe van ennek az egésznek. Tulajdonképpen az volt a célunk, hogy minél több egyetemi hallgatót, akár indul, akár nem, tudjuk bevonzani ebbe a csarnokba, és legyünk képesek megtölteni ezt tartalommal. Jelenlegi életszakaszomban már a szervezői munka az több mindent kitesz, mint sem az élsportolói tevékenységem. Nyilvánvalóan az elmúlt időszakban azért odafigyeltem arra, hogy képes legyek lent a teremben is készülni. Ez egy örömbirkózás lesz tulajdonképpen. Nagyon örülök, hogy az egyetemet tudom képviselni. Válogatott edzőtáborban voltam Tatán, úgyhogy ott készültem a versenyre. Az utolsó pár napban egy kicsit oda kellett figyelnem a súlyomra, hogy be tudjak mérni. Mindenképp nyerni jöttem. Tamara végül játék nélkül állhatott fel a dobogó legfelső fokára, Barnabás pedig ezüstérmes lett szabad és kötött fogásban is. A PTE 71 pontot megszerezve szintén az előkelő második helyen zárta a bajnokságot.